Az idény egyik legnehezebb mérkőzésére készül a DVTK, Feczkó Tamás szerint. A miskolci piros-fehérek a Debrecen elleni mérkőzést követően a 21. fordulóban is hazai pályán szerepelhetnek. A DVTK vezetőedzője szerint, mivel a Paks ellen jóval kevesebb lehetőség adódik majd a gólszerzésre, ezért nagyon fontos lesz a helyzetkihasználás. A Debrecen elleni bajnoki 90 percet követően nagyon csalódott volt a DVTK, hiszen az ünnepi hangulatban különösen fontos lett volna itthon tartani a győzelemért járó pontokat. Ám ez pozitívan hatott a heti edzés munkára. Avatott be minket a felkészülés részleteibe a vezetőedző, hiszen mindenki kettőzött erővel dolgozott azért, hogy a 21. fordulóban a Paks ellen javítani tudjon a csapat. Azon a mérkőzésen, melyet Feczkó Tamás vezetőedző a szezon egyik legnehezebb bajnokiának nevezett. Egy nagyon stabil defenzív játékot játszanak, az utóbbi 6 mérkőzésükből 4-szer nem kaptak gólt. Tehát ez is mutatja az erejüket, hogy a védekezésre összpontosítanak, elő pedig vannak gyors támadóik. Feczkó Tamás óva intett mindenkit attól, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítson Könyves és Böde hiányának, ugyanis az elmúlt szezon paksi házi gólkirályát Hán Jánosnak hívják, aki várhatóan pályára is lép majd. Ám mindettől függetlenül a szakember győzelmet vár csapatától. A hazai pályán nem is lehet máshogy kezdeni mérkőzés, mint hasonlóan, mint a debreceni mérkőzés. Nem lesz annyi helyzet, mint a Loki ellen volt, abban az egy-két helyzetből, vagy háromból maximum, amit fog adódni a csapatok előtt, azokból kell jól gazdálkodnunk, és tényleg mindig fontos az első gól, hogy kiszerzi, de ezen a mérkőzésen kimondottan fontos. Terveink alapja, hogy higgadt maradjon a Diósgyőr, zárta mondandóját a szakember, hiszen legutóbb túl gyorsan akartak dönteni a játékosok, érezhetően hiányzott a rutin a DVTK játékából. A heti felkészülés minden esetre jól sikerült, így hazai pályán győzelmet vár együttesétől a Diósgyőri vezetőedző a Paks ellen. A találkozó szombaton 17 órakor kezdődik.